nem a gyerkőcökkel van vagy valami. Oké, megjavult. Légy itt csak az izé? Akadályozza? Nákizsi modot. Micsoda? Night Vision mod. A DC-ben az Intensity Check az szűri? Igen, ha van egy Night Vision mod, az a gyűrűs, az megbukik rajta, ja. És milyen valami nem bukik rajta? A gyári. Ja, az 25 éve nincs gyárilag. Legközelebb majd dumáljunk meg az ilyeneket előre, és akkor nem kapcsolom vissza, vagy kikapcsolom az Integrity Check-et. Nem szükséges, 25 éve amúgy sem volt Night Vision, úgyhogy... Műző kamerás, tudom. Várjuk meg a többieket, Dani, vagy menjünk ketten párba, meg ők ketten párba. Ők majd jönnek párba, itt vannak. Akkor szóljuk, hogy indít csak. Én mindjárt kész vagyok, de menjetek csak, megvárom az Olit. Sokat ne várj rá, hogyha nem jelenik meg, majd gyere te is. Á, itt az Oli. Ja. Jó. Akkor szálljátok fel egyet. Come on, Brady. Az nem gyorsul. Működött. Én nagyon meg vagyok pakolva. Én is. Nálam nem. Indulok, meg újra. Erre, jó. Na, a Mi-8-as ott van, ahol az előbb volt? Nem, a Mi-8-as nagyon szépen lassan csorog előre. Na, akkor talán utolérem. A srácok, én rég voltam A10-ben, hogy programozom be az újra felfegyverzett gépet? De nem nagyon megyek előre, úgyhogy jövök kicsit visszafelé, mert ti jobban... Jobb szeretem valami, hogy itt vagytok velem. Egy magasságot tudsz mondani? Milyen 215. Magasság 215. Kevin. Mögötted ér. Téged nem látlak a plázó semmi. Ugyan, majdnem egy 1000 méteren. Mert jobban jártunk volna most a Mi-8-as kísérete alatt a Night Vision fölrakni, azt legalább láttunk volna valamit, mert így is. Kevin, loadoltasd újra az MFCD-ket. Nyomba tartod mondjuk a statot a bal MFCD-n, kiválasztod a loadot, és akkor loadol. Téged látlak ott, vagy a 8-as mellett, ugye? Én nem látom, hol a 8-as. Műszerfal olyan izén világít, mint hogy semmit nem látok ki. Én azt hiszem, hogy látok valamit. Az én voltam. Vagy load DSMS, az is elég egyébként. Igen, igen, meg vagyok, köszönöm, csak ez volt, hogy hozzá kellett a statod. Viszont most megint nem látlak. Lámpád van, csak gondolom messze vagyok még. Hát minden lámpám föl van kapcsolva. Mindkettőtöket látlak, a Mi-8-as az a tenger fölött van. Dobsz egy flert. Megvolt. Akkor itt a flare környékén vagyok. Egy ilyen 700 méter körül. Teli flare. A10-ek itt vannak a zónában. Jobbról fogunk elhaladni. Ja, az a villogó nyavaja ott előttünk, az a kamov? Igen. Ja, mi 8-as. Valószínűleg igen. Kevin, majd ne gurulj létszves a felszálló pályán, majd jön 229-es a számítközik. Persze, megvárom. Aztán még egyet. Oksa, zónában maradok. Éjszakai repülésre nem számítottam. Még nem is repültem ezzel éjszaka. Lesz világos ma még elvileg. Kértek még egy flert? Megvolt. Konvojt látom. Az előbb azt mondja, hogy úgy tűnt, hogy közelebb vagy. A konvoj ott áll izé, autópályán. Itt nem sok jelenti. Igen, teli konvoj. 3, 4, 5. 6, 7, az jó, 8, 9, 10, 11 jelenleg. Akkor viszont megyek lefelé. Tengerpart melletti Szocsi városa. A tengerpart melletti főúton vannak. Jó, lehet, hogy túljöttem rajtuk. A Szocsi városa ugye az még lentébb van, az nyugodtabbra van neked. És nekünk a legtávolabbi konvojhoz, vagy waypointhoz megyünk, ugye? A kettesnél, aha. Kettes waypoint, igen. Kevés kettes waypointon vannak. De föltekerek mindjárt magasra, azt kirakom autópilotára, szerintem azt cigizek. Jó. Most a legjobban navigálni esetleg az olajfúró tornyokhoz tudok. Várjál csak. Igen, az van, ugye van egy olajfúró torony a Szocsi városánál, ahol van egy nagy kikötő is. Kb. Ott abban a magasságában vannak a városnak azon a szélén. Hát pont a legnyugati részén vannak a városnak. Csak a legkeletebb részén. Tengerpartok kb. 200 méterre a főúton.
Ez annyi sincs. 100 méter inkább. Nem tudom, hogy 8-asok nem maradt bekapcsolva a világítás? Olyan, hogy megy egy fénycsík alattad, kicsit erőttel a földön. De. Keresi a fényt. Kb. 1 kilométerre van a városban. Még egy kis elővárosban vagy, most látom, amit 8-ast, a fényeket látom. Kilométerre vannak kerültet kb. 1-2 kilométerre max. Itt fölött tengerpart fölött körözök én is. Ön, kiteszem magam körbe-körbére 8000-en. Itt vagyok mögötted, és itt tartom a pozíciót. Oké. Okay. És lekapcsolom a lámpámat. Szintén. Kevin, hogyha leszállt az F-15, és akkor utána szabad a pálya. Most fordul rá a betonra. Rendben, köszönöm, F-15 után szabad a pálya. Köszi. Hát az... magad előtt a Mi 8-os. Ki van Mi 8-al, Kevin? Nem. Nem, én A10-ben vagyok. Ki van Mi 8-al? Én vagyok. Hát tudod magad előtt a hidat? A tengerbe folyó... folyót átidőlő hidat. Azon túl kezdjük a nagyváros rész, és ott leszek az autópályán. Há, itt vagyok az autópálya fölött, keresem. Igen, őket. Menjél még. Egy kb. 300, hát inkább 500 méter, és ott lesznek. Jó, akkor közben ereszkedem is. Még látlak téged, úgyhogy 4000-en vagyok, látlak téged, vagy 3000 méteren vagyok. Melyek fent ébben, hogy átvizesekkel szütközzek. Itt van egy kis híd. Igen, még menj el előre. Nyugat. Kövesd a főutat, meg fogod látni őket. Főutat a tenger felé? Igen. Tengerparttól max 100 méter főút. Te felé néznek a jármű a korrai. This is Bounty. We have your visual. We are aha. On the road at the south end of Sochi. Look aha. For us between two smoke stacks, just northwest of the bend in the road. Popping blue smoke at your LZ. Sötétben megvannak. Kék füst, éjjel. Akkor megvannak hullámok. Nagy ötlet volt, igen, megvannak. Ja, oké. Okay. Fordulok egy kört, és akkor leteszem oda eléjük. Sek sötétben, kék füst, éjjel. Kajkvások vannak mögötted? Látom hát remélem. Látom igen. Mondják, látom a fényét. De a piros igen, füst az jó látom benne. A tévén a minyót. Dani elvesztettem. Nem, a hajnal sokkal jobb lenne. Nem kicsit van sötét. Ja. Ebből késő lesz világos. Látok egy flare-t. Én voltam, Dani meg itt vagyok. Oké. Kevin majd taposod neki. Én hülye gyerek, rá tudok húkolni be ezzel. Vettem menü. Á, itt a kék füst. Igen, hívhatjuk annak is. Közben egyébként a vadászok ki az Air Superiority-t megcsinálták, hármat lőttek. És ennyi? Végezte? Azt nem tudom, hogy mi van, csak nézem a scoreboardot. Dust off and remain with the convoy to provide support as required. Emberkénket kiraktam. Szalad, úgyhogy én szállok föl. Teli task van. All stations, bounty 1-1. We are rolling on Shepard, inbound for Blacksnake. Monitor the area for NSR activity. We don't want any surprises. Oh yeah. Bike. Siemsot Bresov, RTB. Utacha. Ez jó volt, ezt tette. Akcentus. Menni a Szocsi felé? Igen, elindult a konvoj. A Szocsi tiszta levegő. Mint a... eddig. Mármint Adlerig a reptérig. Arrafele mennek? Hát mennek az úton. A fiatek, én elmegy tankolni, mert nekem arra van a fele naftám.
Még úgy sem lesz probléma. Még addig élnek, gondolom. Hát reméljük. Azért, mert nekem 400 kiló és bingo fiú van. És a konvojt kell kísérni, vagy itt lehet hagyni? Igen, igen, konvojt védjük, elsődleges feladat. Akkor 201-es hazamegy tankolni. Utána meg szükön leszek. Indra party. Control, roger. Cap flights, continue your orbit along Shepard. We will monitor these aircraft and keep you informed. Jobb is, hogy nem halljuk a vadászokat, így megvan így a nyugalomnak ez az ilyen hamis illúziója. Én tök nyugodt vagyok, azon kívül, hogy villog itt ez a 29-es szám a szemem előtt. Elég open formation nyomunk mi. Este? Jó az. Az a vagy kisütik az MFCD-k a szememet, még izé állásba is, night állásba is. 201 a GCI-nak. Kutya halasz. Darkstar, two additional contacts. Bulls 066 for 168, Angel 7. Hát, hogy nem is baj, hogy hoztam AIM 9. Gabben, Dani, milyen magasan vagytok? Én 8006-on. Szintén. Itt vagyok kötelékbe velük. All stations Darkstar, new band is now turning hot on Bounty's position. Bull 064 for 116. Tadon, jó hangzik. Mi az Avax-nak a frekje? Cap flights, control. We believe this aircraft to be a strike package targeting Bounty 1. You are cleared to engage bandits. Be advised, Intel reports multiple sensors near NSR-controlled airspace in the Wadi area. Advise you do not engage the NSR cap near Makeup unless necessary. Júj! Dani belaggolt. Oké, okay, elvesztettük. Na, hát indítom újra a DC-t. Mi a baj? Elveszett. Nem hallottok amúgy? De. De. De hallunk. Akkor csak a DC halt meg. Mi van? Mizem? Az én kliensem lehalt. Nem kell itt volna. Konvoj most kell át a hídon. Gabben, akkor jövök rá, jó, zárkozok fel rád. Gyere, itt vagyok. 1-1, crossing Black Snake. Figyelj csak magasságmérőn, ő nem állítottál, ugye? Semmit. Oké. Nem szarrak ezek ilyen úri huncutságokkal. Randy Bandy, tudok mögötted. Szépen lassan bezárkózok. Zoli itt van előttünk. Csak a konvojt nem látom. De engem nem fogsz látni a blőszkőről. Cheers beamet ott vannak. Oh, nagyon jó. Köszönöm. Darkstar tracking NSR strike package 100 miles from bounty. Bulls 064 for 90. A GDR-73-asom gyerekek, mit voltatok? 100 mérföld még messze vannak. Én megyek a konvoj felé. Azon gondolkodom, átmegyek a vadászokhoz, be nem indítok még egy átízest. Kutter, itt vagy? Vazze, halasz? A point track-et ráraktam, jó? Ja, most rajtam van mindenki? Kicsit le vagyok maradva, de mögötted vagyok. Oké. Okay. Milyen magas sátokatok? 8500. 400 méterre most is feljöttem.
Ah, bocs, szolosak. Jó van, közben rájöttem. De most hülyedek. Kétszer, hogy tartozik reptér, aztán kaptam engedélyt a rács részéről. Valaki itt megy alattam. Fúró tornyoknál. Na, vagyok a tornyoknál. A kék bountyhoz képest hol van? Kamók, a cucc. Az pontos a jelölés térképen? Mert én lófasz nem látok ott. Mi az, hogy kék bountyhoz képest? Van az MFD-n egy bounty, kék pont. Kamóban, Arbison. Ja, azt nem tudom. Mi van vele? Az pontos az a jelölés? Hát ez jó kérdés, nem tudom, nem is figyeltem még. De szerintem attól már messze vagyok, az ott raktuk ki. Ha? Echo Juliet 61623 itt vannak. Volt, csak most nem látom éppen őket. Te adsz egyesen? Itt vannak, megvannak. Én pont náluk vagyok. Figyelsz? Mivel látod őket, Szolos? Szabad szemmel, itt vagyok közvetlen mellettük. Én is itt repkedek a minyóval körülöttük. Nem merek közel menni hozzád. Ki ez az ugás? Ah, megvannak. Kamov is világított előttem? Lámpával? Igen. És mire kell nekünk lőni? Hát gyanítom, hogy meg fogják támadni a konvojt. Kamovnak szerintem ebben a sötétben egyelő az életben maradás a cél. Ja. Bár már jön föl a nap. Kiülök az ellában. Nem tetszik, szerintem tök jó így repülni. Igen, ha valaki úgy tud repülni, mint te, annak lehet, de nekem még eléggé. De hát azt tudni, ja, itt van egy híd, valami hídnál lesz valami, nem? Több hídnál is lesz valami. De jó. Nem csak valahogy úgy rémlik, hogy majd figyelni kell, hogy elérnek valami hidat. Volt ilyenről szó, de most itt konkrétan én sem tudok mondani. Onnantól kell kezdnek figyelni, hogy már mentek a Black Edderen, amit már mentek rég. Sajnos nincs meg olyan rég nekem a kamo, hogy rendesen tudjak még vele repülni. Nem azért, de tehát ezek mennek vissza a bázisunk felé. Tehát mi meg onnan jöttünk, ott meg nem volt lófasz se. Tehát... Igen. Lehet, olyan lehet, hogy valami partizánok, figyelj, majd most bújnak elő a fák közül. Ha, értem. Én is előtt itt. Spike 12. Teljesen jó tipp. Tudod, csak RPG volt náluk, és azzal nem akartak kamovra lőni, mert nem biztos, hogy eltalálja a sötétbe. Na jó. Bounty 1-1, we're seeing some movement near the buildings to our north. We are holding position. A Russian infantry team, call sign Bravo, is dismounting to investigate. Tőlük éjszakra lévő épületekben az dismounting. Barátságos gyalogosok, vigyázzatok. Na de hol? Spike konvojból. Spike 9 óra. Spike. Oha, ez ki ez? Spike. All stations, we're taking heavy fire from the buildings north of the road. Weapons hat. Akkor ezeket gondolom lehet lőni. Ja. Bemegyek Gunrunra. Északra, Bountytól, Anacondától nyugatra, 1 kilométerre. Állítólag megvilágítják mindjárt. Megvilágítják. Hú, de jól tettem fő OFP2-t. Ó, ez a teherautó is? Rifle.
Jó, én lövöm. Alattam lövöldözik valaki? Most már nem kell, událtam. Figyelj, Tolos, el tudsz felém nézni? Alattam lövöldöznek. Pillanat, várjál, majd keresek még, hogy mire lövöldöznek itt. Van, a jobb volt, amíg sötét volt. Addig úgy oda tudtam lőni, hogy ahonnan lőnek. Én alul, ami oldalra, hogy kinézek, ott látom, hogy valami géppuska tűzek, vagy nyomjelzők mennek. Milyen két lőnek? Úristen, szétlőttem egy kórházat. Sose baj. Van ilyen. In half GBU. Kik lőnek ezek itt erre? Menekülő. Civil. Pikok. Erdélyemek. Lafaszba. Esküszöm, nem látom. Nekem ilyen látási problémáim van, nem megy. Check. A hídon túl vannak, vagy még a híd előtt? Még a híd előtt. A nagy híd előtt. Taszke gyárban. Hol a szarba vannak ezek? Elindult a konvoj. Kiszedtük a BRD-meket? Valószínűleg nem megint. Azok jönnek, nem? Na de hol? Ki tudja, a konvoj megindult. Na most azt tudni kell, hogy amikor én láttam a nyomjelzőket, én oda küldtem az OFP-ket, fogalmam sincs, hogy mit lőttem ki ott. Gyalogság jött ki az épületekből, ez addig rendben van. De már nincs nyomjelző, nem lőnek oda, ugye? Hát akkor... Aki a konvoj felelő, az ellen. Ilyen így egyszerű. Van, így van. Aki tőle, az nem. Itt az egy indít. Konvoj merre van? Mindjárt odaérünk egy ilyen nagy völgyhídhoz. Á, teli. Fia, csak 43-33 07 39 46 29 szemben tudsz valamit kezdeni? Igen, teli. Meddig? A következő faluig. És ez a 29-es Spike Danger Close az baráti? Nem hiszem. Fél óra elrepülünk, az nem? Kezd hajnalodni lehet. Igen. Ne aggódj, majd ha kinézel a szobaablakon és azt látod, hogy hajnalodik, na akkor van gond. Ja, hát ez általános. Nem, akkor már le van vágva a nemesebbik részem, tudod. Nem, kimélem magam, meg az asszony volt a világen. Teli BRD-en. Jaj, a folyóknak ilyen gyönyörű szép kód neve van. Bebroadcastelnéd ezt a BRD-emet? Nem. Megy BRD. 201 guru. Srácok, átizzok még egy van, besegítsetek léci a CDU-n, hogy kapcsolom ki a steerpointokat automatikusan váltsa. Azt nem tudom. A flight plan menüben kell. Gondolják, hogy a híd alatt jobb lesz.
Az jó. Az a kettő darab, ami megy, ezek a BRDM-ek? Igen. Az mit csinál az? Leugrálnak a hídról. Ja. Kurva jó. Ezt a pukhalmaszt. Te jó Jajeri. Isten. De azt mennek tovább. Ez nagyon durva. Hát nem robbannak föl. Az a jó, addig jó. Az igen. Elég full kretén. Na, hát ez csodálatos. Tényleg, itt mi világítja meg, hogy ilyen jó fényerőben vannak itt? Bounty 1-1, those BRDMs have nearly caught up. We have them a half mile west of our position on Shepard. Take them out. Targets marked with smoke cleared hot. Szerintem ezek jönnek, tehát követik őket. Mondja nyugatról. Igen. Tehát valószínűleg itt az úton mögöttük vannak, azt kéne megnézni. 700-as felszáll. Aha. Zoli, te bontod őket? Meg én is. Hold up, Altitude. Szép az meg lesz. Ceasefire-zal. Good kills, BRDMs confirmed destroyed. Kérem, mire visszafordulok megnézni, hogy hol vannak, mert kinyírjátok őket. Hát az a baj, hogy ezek megállnak és nem tudnak tovább menni, mert ott van a folyó, és ugye a barmok lejöttek a híd. Na ne! Ne! Átmennek a vasúti hídon. Jaja. Műjék ezek? Na most az a baj, hogy jön még egy vonat, az fasza lesz. Szétlök. És basszus a vasúti hídról is leugrott. Nagyszerű. Most megpróbál átkelni a folyón. Egy ilyen triple szartóval volt meg, azt láttam. Nem sikerült neki. Gyönyörű, hát megy ez. De csak az izé megy át. BTR. Hát trakok, nem tudom, lehet, hogy az is. Hát de valamit megint elbaszott, azt az utak arrébb kerültek. Tudod, csinálgatják a mapot, aztán... Ez a bokban nagyon rég utam meg, hogy a hidakról leugranak. Úristen! Ez most melyik híd, ez a baszott nagy? Nem, ez ugye utána lévő. Hát azon leugrottak volna, szépen néznének ki. Arra is leugrottak innen. Van ennél nagyobb is, átment a teherautó is. Van egy ugyanilyen híd Szocsi felé, ami még hosszabb. Följött a híd alól. Hát bekapcsolt az antigravitációs motort. Itt nem akarják ezen a részen lekapcsolni a lámpát, kurva idegesítő. Mindjárt leesik. Ez nagyon kis viccesen van lemodellezve, hogy itt az egész környéket ezen kivilágítja. Hogy a konvojnak a nagyobbik része megállt azért. Igen, nem, az most indul el. Nem, egyesével kelnek át a vasúti. Nem, itt vannak a híd alatt benn, mind ott be vannak szóval. Ott még igen, a híd alatt vannak még sokan. És itt közben a helikopterek szépen repülnek körülöttük, olyan szép. Híd alatt, a Margit híd alatt. Igen. Itt a tengerparton ez mi? Az is egy helikopterje? Az igen. Igen, itt vagyok a tengerparton. Kettő már megy. Most mászik fel a harmadik. Csak így az lesz a szar, hogy szét fognak húzódni. Ja, így van, most az első az nagyon előre ment. Hát majd a többi partlógázon utána. 201 pozíció van, légtérben itt vagyok. Bounty 1-1 crossing BOA, situation normal. Igen, normál szituáció, ahhoz képest, hogy ugrák le a hídról. Hát ez teljesen normális, és mit nem értesz ezen? Ott megállt. Bevárja akkor. Bevárja. Ah, ez nem állt meg nálam, még megy. A legelső a megállt. Ja, a legelső? Akkor én már csak a másodikat látom. Ó, itt egy kamó. Igen, helikopterek. Már sötét van. Jó, látlak. Éjjel látó, fel van kapcsolva, látlak. Milyen szépen húdanak a fekete flare-ek, tök jól néz ki. Igen, én is. Tök jó így ezzel, hogy így lehet nézelődni az A10-zel. Na. Az micsoda? Na most eltűnt. Gyerekek, ez a 29-es, ez annyira bassza az én lelki világomat. Menj át a fighterekhez, kérdezz meg. Dehogy megyek. Oldják meg. Nem akarok én bitching Betty lenni. Milyen 29-es? Mi? Folyamatosan 29-es spike-unk van.
Darkstar Clint válaszol. Nem a saját? Nem, buddy? Nem tudom, de... Igen, igen, saját, mondom, Darkstar Clint. Akkor jó. Mondom. Akkor jó. A 27-eseknek is 29-es spike-ja van. Ja, ja. Hát pedig nem ugyanaz a radar. Hát, ja, csak amarik ők... Nem ezért... Nem az IFF szignál ugyanaz, nem? De mert a 21-esre 21-est ír. Igen, de a 27-es, 29-es nem különböztetik meg. Dani, te vagy a 6-os számú? Most vagy. Én 1-1 vagyok előre. Nem, én vagyok a 6-os. Ja, meg vagyok. Még 3 teherautót látok szenvedni. Aha, valaki gyönyörűen megvilágítja lézerrel. Én voltam. Meg én is. Csak egy csóvát láttam. Aha, ja, hogy látom. Night, most látsz valamit? Látom, látom, csodás. Jó. Ja, hogy Night Vision-be ez le van modellezve? Hát én az éjjellátóval nézek arra, és látom a lézercsíkot. Beszarok, és ez mely, kamufba vagy mivel? Minyóba. Minyóba? Az összes gépbe. Minden van, ami éjjellátó van. Bazd meg, ha ezt tudom, akkor izével jövök, gazellel. Milyen szép lett volna, úristen. Egyébként ez tök jó, mert hogyha egy A10 megsniperkedi nekünk a üzéket, a célokat, akkor utána mi is oda tudunk baszni. Mert látjuk, hogy hova kell lőni. Jogos. Amíg sötét van. Amíg sötét van. Kamovnak, amit föl lehet rakni a bázison éjjellátó, azzal ez nem látható? De biztos. Elvileg igen. Ha jól látom, most mehet a patakon az utolsó. Hát én látok egyet szenvedni a vasúti út felé. Nem az az utolsója. Hú, bazd meg, 5G, kiakasztottam a gémérőt fölfelé, kicsit szegény. Meddig használhat az airframe? 7 fölött kuka, ugye? Az átítás az... Nem, 9. 9? 9 fölött kuka? 9 fölött maintenance, és ha még egyszer csinálod, akkor kuka. De nem lesz baj belőle, mert nem fogod tudni hazavinni. Wookie 4-et lőtt nulla lossza, az elég jó. Ezt nem az égvilágon semmit nem találtam el. Ja. 2 loss, az mit jelent? 2 meghatá. Igen, valóban, mert 2-szer felrobbantam. Elején 2-szer felrobbantam. Igen. Hát pedig olyan szépen megszórtam azokat a izéket, BTR-eket fentről, csak nagyon éles szögbe jöttem. Mennyi üzemanyagotok van? 6700 van nekem. 5008. 6000. Menj be ilyen takarékos gyerek. Rendes magyar gyerek vagy, meg tudom felfigyelni, hogy azt állítani. Az utolsó Jeep talán most már megjelent az úton. Igen, úgy nézem. Jaja. Nyomja is neki rendesen. Hát az a minimum, rá várunk. Nem Jeep az izé. Vagy ez Jeep, de Jeep. Kúra tép, azt a kúra élet. Ez 469. Ezek jól néz ki, hogy az elméltelen magasra annak fel kell a gyerekek. Ott már fölket? Itt az elméltelen már még a napkorongot nem látom, de már világosan. Na, cool. Na, a második hídon átmennek? Nem hiszem. Igen. Már indultak. Nem, megáll előtte megint. Hát olyan, mint hogyha félnének rámenni. Na, leugrik! Ez annyira balfaszulni, ezt ide komolyan. Ezt félen. Valaki vágja majd ki, azt küldje már Ledének, hogy ez mi. Twitch fölveszi nekem. Nekem is küldeni. YouTube. Ez mi? Ez mi van már, vagy mi van ez, vagy mi ez? Just DCS things. Ez miért van, hogyha teljesen kizoomolok a poddal, akkor életlenedik a kép, és mindig fókuszálhatnom kell? Hát... Esetleg az optika tulajdonsága? Mert ez egy szimulátor. Ezek fején pattog, hogy ez egy truck, de jó nézett. Na most
Nekem pont az a bajom, hogy igen, szimulátor, minden passzám meg van csinálva, de egy kurva hídon nem tudnak átmenni. Ez nem bug, ez feature. Pont ma reggel szenvedtem, ha láttátok, hogy a ferpen miért nem szolgálják ki a helikoptert, mert az is tök jó meg van csinálva, erre ilyen marhaságok vannak. A, milyen helikoptert akartál, milyen farpon kiszolgálni? Micsoda? Milyen helikoptert akartál, milyen farpon kiszolgálni? Kamu volt, de tudod, azt hittem, hogy csak lerakom és akkor az úgy jó lesz, aztán rájöttem, hogy nem. Nem, farphoz le kell rakni az összes ilyen farbaszást. Igen, most már tudom. Sőt, ha amerikai helikoptert raksz le, akkor még egy ilyen amerikai fuel tracket is le kell raknod, mert különben lófaszt nem kapsz. Csak hogy tudjad. Legalábbis régebben volt egy ilyen opció benne, hogyha amerikai helikoptert indított a farpról, akkor nem volt elég lerakni ezeket a fuel, meg ezért ammo stationt, hanem ezért ilyen amerikai szarokat is le kellett oda rakni, mert különben nem állt vele szóba. Na, de legalább ez alatt a híd alatt könnyebben eljönnek. Igen. Yeah. Itt nincs vasúti híd. De van, de az kikerülik. Itt rögtön a folyón mentek át. We're holding on, Boa. It looks like the NSR has set up some kind of roadblock ahead, about 3 clicks east of our position on Shepard. We're seeing infantry and some armor. Doesn't look like they've spotted us yet, so we're holding off on the illumination rounds. We need this enemy position neutralized before we can continue. Standby coordinates. Roadblock. Nekem RTB. Valami mellőttek. Ti látjátok a helyzet? Keletre tőlük az úton. Roadblock? Negatív. Nem. A következő hídik piszta. Azt mondta, hogy a reptér felé egy roadblockot állítottak föl nekik valahol, de nem látom. We're seeing the bulk of their force concentrated on the road blocking the entrance to the tunnel. Looks like 4 MBTs, 2 APCs, approximately a dozen foot mobiles. We see a few trucks pulled off to the side of the road as well. Coordinates 3, 7, Tango, Echo, Juliet, 6, 8, 0, 9, 6, 1, 9, 4, 4, 2. North 4331 decimal 52 East 03950 decimal 50 Elevation is 230 feet MSL cleared hot. We will proceed when all threats are neutralized. Mi van? Én beütöttem, de nem vagyok úgy fordul, hogy lássam, de meg mindjárt megosztom. Nem tudom beütni, mert nem látom a keyboardot. Tudom, a speed ott vannak. Mit kell nekem keresnem? Egy blokkádot? Ja, a roadblock. Szoros, mondj egy magasságot, mert nagyon felém jössz. 16 méter. Akkor jó van, én 600-on vagyok. Most már 17. Az út fölöttre irányítom végig az utat, keresem a roadblockot. Fessek lézerre? Az nem lenne egy hátrány. Már festem. Jó, festizem. Úgy is kell a GPU-hoz. Oh, itt valami lő, zölden. Valamelyik gépre. Többek között rám is. Megyek Gundranra. Hát megvan a roadblock. Igen, tisztán látszik honnan lőnek. Break, break, break. All stations, we spotted a couple of manpads teams setting up near the NSR roadblock. Get clear of the area. Standby coordinates. Ajaj. Már később elövöm őket. Ezért manpad van, vigyázzatok. Jó. Micsoda, nem kellett volna rájuk lőni? Nem pedes van. Rifle. Van. Nézd már, hogy lőnek engem is. Mondjuk én is rájuk lőttem. Sök. Na most az a baj, hogy én nem tudok addig ellőni. Sök. We have confirmed 2 manpads teams active in the area. Team 1 is located near a large white building with a rounded roof on the south side of the roadblock in a parking lot. Coordinates 37 Tango Echo Juliet 67950194422 North 4331 decimal 48 East 03950 decimal 45 Elevation is 144 feet MSL. Team 2 is located on the rooftop of a large white square building north of the roadblock.
coordinates 37 Tango Echo Juliet 68018 20011 North 4331 decimal 80 East 3950 decimal 50 Elevation is 600 feet MSL. You are cleared hot when visual. Stay safe. Task 1-es emergency landing, hadd kérjek elsőbséget. Hey. Én helivel jövök, szóval nem akadályozzuk egymást. Jó. Valószínűleg. Visszavagyok bázisra, mert van egy kis gond a gépemmel. Szép volt, gyerekek. Az enyém ma is van egy kis gond. Nekem minden lámpám világít a visszajelzőn, hogy warning. Nekem a hidraulikámban van valami csak. Meg a bal tankon folyik el. Van még egy tank, azt tiktatom. Kétszer azért rifle. Az égő tank melletti tankot lövöd, vagy nem? Azt. Akkor jó. Nekem maszkolva van. Na, két van. Grandot eltaláltam. Az is valami. Egyik a második nem pettingre. Csak kell egy kis magasság. Mind a két pemper két van, ugye? Kettő van, a második az én. Északra mennek a roadblocktól, hát én nem látom, bazd meg. Én a roadblock füstölgő maradványait látom, azt a csá. Nem mertem előbb a választ, ugye mind a két bumper kívül van, jól hallottam. Nem, azt tudom, hol vannak a mentők. Másban, mert második, az első már halott, a másodikat most ölöm mindjárt. Oké. Okay. Csináltam világítást a remvére. Nem, gépágyúval lőttem rá egy csomó, szóval eltaláltam, nem sikerült kilőnöm. A rakétához túl közel volt. Mi történt, Dani, mi történt? Elkapott egy memped 9000-en. 9000-en? Sötétben. Jó szeme van biztos. De könyörgöm. Mire? Hát hallotta, hogy csipog a Stinger, ezt elengedte. Vagy Isten tudja, a Strela, vagy Igla. Minden ott itt, hogy sötétben, a memped az lófasz. Ez pont fajta működik, nem? Amúgy ez ott most mi volt, aki lőtt és pattogott a tracer? Engem nagyon, én nagyon informatív ember vagyok, nem tudom mi van. Ez zavar. Látom a füstölgő roncsokat, és attól kezdve nem látok semmit sehol, bazd meg. Ez kurvára idegesít. Harckocsi volt még ott az egyik roncs mellett. Azt az előbb iktatta valaki, nem? Előbb iktattam ki, igen. Jó, hol van az RPG team, amit annyira reklámozott az előbb a csókra? Jó, én viszont a minyóval visszamegyek, mert az egyik hajtóművelet azt fixre állították. Fix nullára? Nem. Fixen beállították a RPM-et, ezt nem tudok rajta változtatni, és ez zavar. Nem látom az RPG team-et. Nekem a hidraulika nyomásomat állították el. És melegszik a bal motorom, és ez kevésbé szimpatikus. Mennyi bajotok van, de komolyan? Én ezt ki is kapcsolom, mielőtt felrobban. Bounty 1-1, second RPG team confirmed down. Hol? Az RPG is manpad. Ja. Nem tudok akkor vacsutul már megint. Az RPG a manpad? Mi? Micsoda? Ugyanott voltak, ahol a manpadesek. Ja, úgy már értem. Láttam a lángokat. Azt én is látom. Láttam a becsapódást. Úgyhogy éjszakabbra voltak, igen. Jó, ott már letettem és kb. 10 másodpercre leállt a hajtóművön. Bal. Ha befogom a harckocsit, akkor még nem halt meg.
De már majdnem. Csak lőjél is rá. Kettő darab T-8-ra azt látok. Vagy 55-ös, nem tudom. Merre van a izétől? Roncsoktól. Közben az út közepén a roncsok már lehalt. North 4331 decimal 78 East 03950 decimal 31 Elevation 328 hey. Feet MSL Poppin' smoke cleared hot. Hey. Nagyon közel vagyok hozzá, a rakétával nem bírok lőni. Nem látok, bazd meg. 401 emergency landing a zónába. Támadom. Kétszer de támad. Én nem látom, úgyhogy nem támadom. Azt hittem már meghalt, nem akarta befogni, aztán mikor ott voltam egy mérföldre tőle, vagy egy kilométer, akkor fogta be a TA-val. Ott meg már nem tudtam rá tüzelni. Az új koordinátákat támadja valaki? Itt az épület robbangott, most én nem azt látom. Most kezdve a másik füstöt, hol van. Egy épület robbangod, annak a füstjét látom. Zoli, mész az új koordinátákra, vagy menjek? Kétszázas csivák. Aki éjjel látott használatnak festem az új szem célpontot. Mennyi, én el vagyok a tankok. Felésztem annak velem. A kilőtt járművettől nyugatabbra van? A megjelölt füst a kilőtt járművektől nyugatabbra van? Úton tovább vagy merre? Nem tudjuk. Hát előbb jelölték meg lézerre. Festem lézerre. Jó, de nekem nincsen lézerre. Lájtvizsadom. Már felette vagyok, inkább leszórom őket. Én. Mibe ülsz? A10-be, ugye? 25T. Nem, aki festi lézerrel. Ja? Igen, A10-ben. Akkor dob meg egy speed broadcaster. Most már mindegy. Perc, oh, lövik. Látom, bazd meg folyamatosan alattam van valami. Két herről is lőnek, figyeltek. Oké, 403, refuel, repair. Tamer, ready vagyok. Két tank van még, gyerekek. Rifle. Pickle a mempedre. Altitude. Ott robbannak a tank körül, aztán nem sikerül. Tank itt van. Bounty 1-1 looks like the armor at the roadblock has been taken out. Zsír. First RPG team neutralized. Manpad halott. Attention pilots, we are tracking coalition aircraft dangerously close to NSR air defenses.
Check your current position. Do not approach Godalta. Oké. Okay. Nem jár arra. Mindent kipusztítottunk akkor itt? Itt elvileg ki. Elvileg igen, tiszta. Van még bühör rajtam, meg ezt az álmas, úgyhogy még nem szállok le. Naftán van, 2,5 tonna. Hanyas spawnnál van a konvoj? 5-ös, mindjárt. Most tisztítottuk ki a roadblockot. 6-os RTV Refurian. 1-es on station. Látod még két kis jármű, mert ott adott kiszedem. Rifle. Szocsi Adler, miénk, ugye? Igen. Ó, mind a kettőként van két elrodó. Az 5-ös pontot elhagyták, vagy még nem? Még nem. Most indultak a 4-estől. A kacskaringós parti úton fognak jönni, ha minden igaz. Itt vannak az égő roncsok, amellett fognak elmenni. Ez meg csókán kurva jó szem, hogy olyan messziről kiszúrta a BTR-ből az RPG tímet. Night vision biztos. Nem hiába kellett oda vinnem. Ja. Specialist. De nem mozognak. Legalábbis nálam a BTR csak ott áll. Vagy megvárja a többieket? 6-os inbound. Fajna. Fú, a ver a víz rendesen komolyan. Ezek mit felejtek el bekapcsolni? Fölraktam a NVS-t, de nem tudom bekapcsolni. Van valami célpont? Ismert. Hát, negatív kell, H-val kell bekapcsolni, ugyanúgy, mint a... Ugyanazzal, mint a másikat, de nyomom, aha, de nem csinál semmit. Hát ez fos. Kettes visszamegy tankolni, mert semmi nincs. Zoli, melyik irányban mész a pályára? Már lent vagyok. Nekem mennyi van 5200, ne vicceljetek. Nem szabad. Gazdák vagy okosan. Minden bemondott koordinátát kipocsultam kemény egyébként? Igen. Igen. Hú, de szép a nap felkelt a gyerekek. Hú, ez valami bug lesz. Nap felkelte? Mhm. Az is. Bekapcsoltam manuálisan a kapcsolót, csak most nem tudom kikapcsolni. Aztán melyik a lapácsra? Aztán megyek vissza én is tankolni. Jó, akkor én majd cserélek titeket, addig maradok úgy is. Csak én maradok én is még, de hogy most álltam fel, minden nem van, csak a konvoj mély rá vajon. Mert... nem tudom. Pedig kipucoltunk mindent. Ráadásul buzi messze áll, nem? Az egyetlen egy nyomorút izét látom, BTR-t ott állni. Hol a többi, ha benne van a hudal. GC-t meg kéne kérdezni, azt hiszem, hogy mindent lát. Copy. Pedig innentől 4 sávos útjuk lenne. Itt vagyok egy hírnál. Sehol állnak. 4-es waypointon. Szerintem bebugoltam is sajnos. Hát vagy egy poroszlan még valamelyik bomborban.
Elvileg kaptunk mindegyik célpontról visszajelzést, hogy végeztünk velük. Igen. Az RPG-sekről is, meg a roadblockról is. Volt és visszajelzés, a két pampadról, mind a kettőről? Igen. Az egyiket hallottam. Én is egyet hallottam, csak ment ezzel. De hol lehet a másik akkor? Hopp, most lőnek. Féltek, itt van valami iszonyatos bug. Kettő célpont lő. Látom. Hátulról rátok. Fordulok. Ott lesz az akkor, az nem bug. Van, rám lőttek, én megtaláltam őket. Kettes fájdalom. Meg tudja osztani, ha valaki látja? Fú, de pirítás megy. Csak ketten vannak. Már gondolom látjátok, hogy hányan lőnek rám. Most még nem, de... Főleg, hogyha lőnének is, hogy... Is. Ja, már igen, most elbújtam, mert... Most valaki felrobbantott valamit, vagy...? Nem, de én támadom őket ezt az álmossal, meg vannak. Ez egy épület, ha minden igaz, ugye? Skyfall? Nem. Ha nem? Jármű. Jármű. Egy kint van. Srácok, kamóval ki van a pályatengelyben? Azt nézem, hogy ki az a 2-3-as ott a pályánál. 2-es akkor száll a final-en. Megvan a jármű. Mind a kettő megvan? Még van nincs kilőve. Egy van csak kint, még a másik dolgozik. Ott van, Ni. Bázd meg, erre elállítom a izémet, fabrikemet. Én hülye. De most kilőttem, vagy nem lőttem? Egy kint van, de a másik most robbant. Jó, mind a kettő kint van. Ja, kim vannak, igen. Azaz, géppuskával! Az a másik jármű. Mind a kettő kim van. Hopp, még van egy harmadik. Zöld nyomjelzővel lő. Azt is kigép puskáztam. És mondom, itt van valami ilyen grafikai bug, mert olyan, mint hogy egy hegynőt volna az útra. És most már mennek? Azonban én nem tudom, hogy hol vannak. De van ott még valami? Nem látok mást. Kettőt látok égni, de három még? Egy harmadik nyomjelzős. Ég ott is. Minden rejsztág. Nem látok többet. Egy anus már nem maradt se. Várjál csak, az most él vagy nem? Az mind ég. A három, mind a három még igen. Ég igen. Mind a három. Konvoj áll, én azt látom. Elindult? Nem, sajnos. Akkor még mindig van valami gyerek. De mi a... A mempedes téma? Hát akkor azt találjuk meg, basszus. Találj meg a hőképernyőn egy szaros embert, ahol valahol áll, érted most. Na ja. Majd ott még van egy ural. 401 felszáll. Sőt, több ural is van ott még. Ahol előbb szétlőttetek mindent, most a tévén látom. A webbi célterületem? Az előbb, ahol, ahol most égnek a járművek. Hol lesz ott uralt? Ez most így... Attól merre? Milyen irányba? Reptér felé, nem a reptér felé. Reptér felé, ja. De kb. Így van 100 méterre. Fotos felszín. Ahol ég az a 4-3 darab jármű. Igen. Hát rohagyjuk TV, meg. TV-n tisztán látszik. 6 kilométer. Nem látom. Hát én sem. Úton áll, vagy hol áll? Nem, a fák mellett. A úttól északra.
Ja, kilövök egyet, aztán... Hát, miért nem lősz? Azt mondtam, hogy mindjárt kilövök egyet. Yeah. Ja? Na, 5 kilométerre vagyok. Ja, mivel vagy kamu? Aha. Rifle. Hotelpon. Olyat nem látok szart se. Nem látom én is, hogy hol lehet. Söp oldott be. Hát akkor mi nem egyről beszélünk. GA-val kiszedem a többit. Jó. Tolos, mennyire van arra világos éjszakait, érdemes még fölraknom, vagy már felesleges, mert mire visszaérek? Nem tudom, mert nekem fönn van, de most nem tudom kikapcsolni. De nem tudom megnézni, hogy mennyire látok nélküle. Ha még azért hozzá. Ja, látom most már, miről beszéltek, jó? Miről beszélünk? A teherautók. Akkor broadcasteld már be, kérlek. Én küldtem datalinket kamóval. Megkaptam, köszi. Küldtem el 10 cín. Nekem valami megint nem ok a gépemmel. De úgy akkor a földi egységeik a kísérdéken miért nem pofáznak, hogy még van célpont, hogy valami? Már nem kíváncsiak ránk. De ráadásul nem is veszélyes elvileg. A konvojra akkor miért nem mennek tovább? Mert mi kérjük széjjel. Én ott látok egy házat, amit a Dani küldött. Guns. Guns. Abban a füstben is ember. Jó, az a kész, nem is dobom rá bombát. Kettőkén. Brrrt. Asszé. Brrrt volt. De konvoj még mindig áll. Kuttert meg kell kérdezni, hogy lát-e valamit még térképen. Hát ha. Ki megjött fényjel. Nem, mi nyomott? Ó, hát mi ez a fény? Itt volt valami pucsi mellettem, ahol most dobom a flare-t. Én vagyok ott. A földön? Vagy... Ja nem. Hát végülis, de majdnem. Oké. Okay. Van magad egy épület, mert hogy azt néztem, nem? Én ott látom, hogy egy kamuv lebeg, és ennyi. Az én vagyok. Hoppá. Igen, van itt valami. Vagy... Én vagyok, én vagyok. Akkor még sincs. Egyik kamuv érezte, hogy rálézereztem? Meg én. Igen. Jó, csak teszteltem. Figyelték, hogy figyeltek. És ott van egy trák, bazd meg. Hogy ez mi? Nem, az valami roncs, tévedtem. Valami jelző, megy föl. Föl, le, le. Elrobbant épülettől van. Aha. Akkor valami lőszerakvárat, hogy mit csinálni. Ott voltak a memperesek valószínűleg. De azelőtt valami áll, az egy jármű volt előtte? Vagy van is ott? Vagy volt ott jármű előtte. És ez vajon él, vagy nem? Mindjárt ránézek. Nem hiszem, hogy olyan sok mindennek kéne élnie, mert a helikoptereket bántották volna már ott. Hát ki tudja, hogy jár itt valahol egy kis katona kifogyott lőszerrel, azt akkor keresgethetjük reggelig. Igen, az a mission így hülyeség. Kis katona nálcsa már egy konvojt. Itt nem látok már járművet. Kutyát vetél valaki kérdezt? Mi ha? Menjek? Ott látok be. Valamit, hogyha... Hogy? Menjél már, hát kérdezz már meg. Oké. Okay. Hát esküszöm, az ott valami, ami nekem bassza a szemem.
megpróbálom megszórni. Egy BTR keresed a gyerekek. Micsodát? BTR. Na de hol? Nagyjából valami. Nem, mechanizt ott van közelébe. Hol? Mechanizt közelébe. Kolos mondta? Kolos, igen. Kolos meg mechanizt között van. Nincs valakinek egy világító bombája? BTR, bassz meg. Egy BTR, bújt meg. Van, ott van Colos, Colos meg közted. Akkor nincs olyan, hogy Colos. Colos, üzé, fordos. De, hogy ne lennék? Én ott lebegek, ahol azt a hármat kilőttem. Köztünk, nem lehet semmi, hát szétbaszottak volna már. Hát valószínű, hogy ide el van bújva, kezdtől a hívá vagy valami ilyesmi. Hold up, hold up! Igen, az érdekes, hogy nem lő rám. Gyűjtsz el, meg tudja nekünk jelölni? Valahol ott kéne lenni, ahol a világítás... A füstől semmit nem látok. Én itt repülök most éppen az égő, de ez nem, ez egy kocsi roncs, ez egy UAZ roncs. Bassza meg. Hold up! Igen, már emlékeztek el, itt volt két tank, meg jött egy BTR a végén, annak itt kellene lennie annak is. Az életben nem lesz így megvázni. Tehát már csak megtalálunk. Ott az ott el egy R10-es stakról nézzük ki. Micsoda és kell keresni micsoda ezt között? Ezért? Igen. Ezt a szart. Ó, jó. Oké. Okay. Megvan? Srácok. Megvan, aha. Ezen Tequium megvan. Föld alá van spawnolva. A három püstölgő tankroncs. Nem messze. Küldök screenshotot, ha valaki ilyet érdekli. És hogy lőjük ki? Nem tudom, semmi. Oda kéne bombázni valahogy randomba, vagy nem tudom. Na, hol van ez a pozíció? Van Gébu. A Facebook eventre tudom bedobni a képet. Jó. Csak hát ez így szar. Tankroncsok közé van beszorulva. Melyik tankron csak, Dani, ami közelebb van a nyakombolyhoz? A három tank. Tehát amik ott másztak fel a hegy oldalon. Igen. Ezt az álmosra megsorozzam? Próbáld meg. Hol van ez? Mindjárt rakok ki képet. Ugye oda megy a géppuskával, kiszedem. A három füstölgő tank között hol? Az a kérdés vajon. Melyikhez közel vagy? Tök felesleges, azért küldöm a képet. GB-unk van. Kiposztoltam, hol van. Na most... Erre kíváncsi leszek, mert én nem látom ott. Három tankot látom, a roncsot, de ott nincsen. Hát hőképernyőn nem látom, mondja, megnézem a verét. Hőképernyőn, de nem jól látom, vagy nem azt látom, mit kéne. Facebookra feltetted? Aha, feltettem. Azt megnézem is. Én is megnézem azt. Okay. Valami bug van itt. Megpróbáljam kimozgatni a BTR-t onnan, ahol van? Aha. Okay. És ha jól értem, én észak-nyugatra kicsit a három füstöt. Fönt a tetején a domnak. A domnak a tetején kéne, hogy legyen, igen. Én gyarra dobok neki egyet, várjál csak. Fordulok. Elvileg elindult a BTR. Elindult? Uh-huh. Már elindítottam ugyanis. Azt mondtam, hogy nem látják. Megvan, ott megvan. Van. Miért nem látom? Ebújt a fák mögé. Ha,
Ott van, ja. Na, most rám lőr. Csak most én nem látom, hogy honnan, mert most már nagyon világosan, és nem tudom kikapcsolni ezt a szart. Jó, én lebombázom. Már lő a kötög. Ja, már jó intézkedve van. Jöjjetek, mert... És tényleg csak akkor valahogy mellé lőttünk, és kijött a föld alól. Megy a GB-n. Ki a föld alól egyébként. Megvan? Most jön a GB-ú lefelé már. Kettes airboard. Helikopter szerintem menjen oda, ha a GB ujjon. Pull up! Pull up! Ráesik. Miért mondod? Altitude, altitude. Nagyon jön a GBU. Felszálltanom a rotorommal. Még. Robban? Igen, mert még nem hosszat. Ha! Kurva. Hát basz, meg ekkora bugott. Kurva életbe. Meg jó, hogy jöttem. Ja. Ja. Mert egyébként ezt nem a misszió készítők nyakába barnám esse, hogy a föld alatt volt. Egy tornán van a jó Isten, de ki a sok üzemanyag elmed el a szalra. Valóban. De legalább a konvoj mozog. A hídig, ahol majd megint leugratnak. Most már egész faszán látni. De szép a nap felkelte, most már tényleg fő. Akkor kísérőnek... Boáron mennek, Shepherdre, oké. Okay. Ez a tájékoztató üzenetet melyikkel lehet halkabra venni? Melyik ez a GUI vagy melyik? GUI? Főhangerővel. Nem tudom. A konvoj merre jár meg a picsába, mi? Most indult a... Boa hídon jöttek el. Úton vannak, szép lassan haladnak. És a hangsúly lassan van. Igen. Meg a szépen. Még egy darab Mavericket nem látok. Nem látok semmit. Ja, látom a konvojt. Amúgy... Olyan rosszak ezek a súrló fények, bazznek. Jobb lenne, hogy följön ezen a pendesen. Rosszabb, mint sötétben volt. Cap flights, this is Sochi control. Our forces at Poliana are reporting a flight of 4 Mi-28s starting up at the NSR FOB in Esto Sadok. Bolts 072413. Na, az gyönyörű lesz. Mi 28-as támad, vagy mi? 24-es. 28-as tért. 28-as. Mi volt a koordinát a bullseye-tól? Valaki megjegyezte? Nem. Basszal. Valami 072... 072-11-re köz. Felére emlékeztem én is. Akkor 73-as élesítő. Szólni kéne a vadászoknak. Szerintem a GCI már küldi őket. Igen, már lokátorozva kérdem. Jajjaj. Na most automata indításnál már az ábré szél, írja, hogy F, egy perc a... És a rotorok meg nem forognak, nem megy a hajtómű. Szóval most valami tipp? Automata leállítás, hogy újra válasz ki. Már próbáltam az előbb, mert újra azértem Night Vision-t leszettem, visszaraktam az azért simát. Összeállj, újját másikba. Tök mindegy. 23 mérföldre vannak, vadászok már előket. Hát én sehol nem láttam ezt a farpot. De a farpot nem is kell látnunk, csak a 28-asokat. Azt meg nem szeretnénk. Igen. Jaja. Akkor sokat nem fogsz látni. Még 28, miért? Nem még. Mi? Tudom, csak ügyeskedek. Tudod mi a még 28?
Ja, F5. F5. Igen. Igazából ez nem is F5. Ha nem? Mert az őzé volt a T. Jaj. T-38 volt, nem? Aha. Valóban. Jó, csak a tréner meg a F5 között. Menjük de ez azért várjál. F5B? Nem. Vagy ez? Vagy TF-38. TF. Most melyik a filmben, ami volt? Aha. Ez nem is F5 volt? De csak... azt más kódnéven hívták a tréner verziót. Az a T-38 talon, nem? Vagy ez... hát az az F5. De F5-ből is volt kétüléses. B meg F. Ja, értem. A harciból is volt kétüléses. Az aranysasban van egy cikk a talonról. Olyan szép azok, hogy lőszerraktál, hogy mindig robbog. Nem kellett volna a vegyi műveket fölrobbantani. Nagy flérelés folyik ott a bölgyne. Melyik völgybe? Búzáj környékén. Hát, lehet ott a far. Jaja, dobálják a flert. Mindjárt oda nézünk. Csak nehogy saját baráti egységek, vagy nem tudom. Nem tudom, az mi. Valaki ott dobja rendesen. Elvesztettem. Zoli, jobb szárnyadon leszek, úgyhogy szép finom mozdulatokat. Megint flare-re. Az másik. Fog valamit a sidewind-re. De ez fast mover, úgyhogy ez baráti lesz. Vagy nem? Ez helikopter? Nem tudom. Szerintem helikopterek, de... szóval milyenik már támadják őket. 201 Bingo Fuse RTB. Hát valami füstöl, nem? A fölött van egy kontakt valahol, ja. Hopp, nekem is megvan a kontakt. De az, az valóban fast mover. Azt szerintem friendly lesz. Igen, a baráti vadászok dolgoznak a heliken itt pont. Jó, akkor csak forduljunk vissza már a konvojhoz meg. Igen, én megyek vissza a konvojhoz. Itt úgy látom, hogy uralva van a helyzet. Valószínűleg. De úgy jól láttam, a 15-ös lőtt rám. Nem mondod? Komolyan? Hát vagy a 15-ös indítását csak akkor kéne érzékelnem, ha rám lő, nem? Nem. Bármilyen indítás. Bármilyen. Akkor jó. Hát a vadászok nem szórakoznak. Roger, fighters, anchor at Cobra. Ó, Roger, that. Hol van a konvoj? Elindultak befele az alagútba. Jönnek ki mindjárt a másik felén. Várom őket itt. Akkor... mindjárt ott lesznek, jó. Mindjárt a Kobra hídnál lesznek. Az meg megint egy hír.
És elértek már Cobra Heathoz, vagy még nem? Nem. Még nem jöttek ki az alagútból sem. Még egy kiló. Te merre vagy, Tolos? Én indítom a motort. Akkor te szálltál le mellettem újra az azért. Aha. Különben az jutott eszembe, hogy visszamegyek a bázisra, és átülök egyet gazelbe. És mindjárt kifogy az üzemanyag. A TASZ 4 RTB. Amúgy is a heli... Megjött az első a tunába. Olyan jól néz ki ez, kilebegott minyóval, kurva. Tényleg ott egy minyó. Abban nincsen lézerérzékelő, hiába lődözök rá, nem pityog. Abban semmi nincs. Abban csak azt hiszed észre, hogy meghaltál. Van valaki vajon az airfielden és szabad a pálya, avagy nem? Pálya szabad, hogy a toronyra kérdezzél a GC elő a szállóvodász esetleg. Vagy kitérőre például jössz, mint én. Szerintem az lesz, szépen lemegyek aztán. Ott van valahol a konvoj, hogy a minyó? Igen, igen. Pont alattuk. Vagy alatta, vagy mi az? De ez gazellán is nagyon jó buli lett volna ez a mission. Azért én már 15. waypointnál tartok. Mint így ezért, amit begépeltem. Zoli, altitude holdon vagy? Igen. Mit akar ezzel a kobrával? Most jelnek át a hídon. Átmegy a hídon, nem akarom elkiabálni. Na. Megjabáldál, mert leugrattak. Ó, bazd meg! Én leugrattak. Nem ment át, gondolom. Hát leugrattak. Bezzeg a civil forgalom fogadni mennék, hogy úgy suhan át a hídon, mint a húzat. Egyébként kérdezek már, hogyha most ilyen unatkozás van a TGP-nek az R2R módjával, mit lehet kezdeni? Szerintem a különbség semmit. Befogni vele légi célokat a Maverick-kel. És azt AG-ben nem tudok? Hát ez tudod csak... Bocs, ugyanúgy van, mint a Kamovnál a Vicker 5-nél, hogy akkor közelségi gyújtóval robban. Úgy tudom, hogy a Maverick-nél is lehet ugyanilyen. Igen, pont azt akartam mondani, hogy nem mindegy, hogy hogy tudja. Persze. Mekkora király. Tehát egy levegő... Levegünk földre, ezért nyomsz, ott impact van. Az mindenképpen kitérőre szálljon le, mert a vadászok szállnak felé. Melyiken? Hol? Kispályán? Mi a kispályán szálljuk le, a vadászok nagy pályán szállnak le felé. Jó, én kispályán szállok le. Tenger felől érkezem. Valaki most gurul elém taxin. Na mindegy. Az utolsó is leugrat. Na most ugratott le az utolsó. Megjöttem.
egyetlen egy darab találtam a gyerek közös GBU-val. Nagyon szép. Jó, tiszta kifutó. Valaki lezuhant? Vagy mi történt ott? Valaki robbant? Igen, valami Buki. Robbant. Vadász, aha. Robbasztott időtöst. Egy kicsit. Csávok el meg az elég téri szonyon. Mint a konvojos? Ja. 200 egy mindjárt jön. Az itt tankolnak. Történik valami? Igen, én átléptem gazdába. Most valaki üljön 21-be, hogy... én még kurva nagy lett. Jó, hogy lebegek. Egyszer a pályaszerkesztővel jártam, úgyhogy valahol ott azért Batumi környékén, vagy itt tudom én hol, egy ilyen híden átkeléses történetet akartam én is ilyen járművekkel. Elindult a jármű, fölmentek a töltésre, majd mielőtt elkezdődött volna a híd, lement a töltésről, megkerülte alulról a hidat, visszament a töltésre és úgy ment át. Hol? És így álltam és mondom, ezt most nem hiszem el, bazd meg. De is valami GPS volt, és beért, hogy a leghosszabb úton. Mi van, ezek elakadtak a hídlábán a bokrokba? Na, valami még mozog. GTR. Még küzd. A BTR az kikászálódott. Nagyon jó. A HOTAS szinkronizációt, ezt így miért nem lehet? Basznál meg. Mi? Az van, hogy mindig, hogyha belépek egy új gépbe, akkor csutkára van feltolva a gázkar. Mert ez be van kapcsolva. Ja, ez default be van kapcsolva, ezt ki kell kapcsolni, igen. Olyan. Igen, aha. Tehát hogyha úgy szállsz be, hogy te előre tolva hagytad a gázkart, akkor szopó, mert akkor úgy veszi. Tehát indítás előtt azért tépd vissza, jobban jársz. Igen.
Most már látom, meg a pedálok is be vannak tiporva, vazzlom. Éres Istenem. Hát én helikopterzés után szoktam így járni, hogy minyó, ugye megfordítom a tengelyt, előre tolva hagyom, beindítom a vadászgépet, és így szembe átrobogok neki a hangársornak. Fasza. Ez ismerős. Nekem az F5-t csinálja, nem tudom, hogy miért, de az nem ilyen, ahol a szinkronizációnak ki van kapcsolva nálam, hogy beindítom, és kicsit rakok rá egy kis gázt, fullra rakja, és hiába nullán van a izé, a gázkar, úgy veszi, mintha csutkára nyomnám. Nem tudom mi. Én ezt izé után szoktam beszívni, hogyha multiból valami ilyesmi gépbe ülök be, és izét valamit még akarok állítani a konfigon, és akkor a konfignál teljesen meghűl, és akkor izé visszalépek, és egyből teligáz, és vissza kell húzni, mert különben megy előre magának. A BTL már átért. Fő, még nem jöttek. Nem. Most messze meg a dombot. 200 a gyillir. Üzemanyagosok úgy látom elakadtak ott a fánál, a hídlábánál. Majd mennek azok is. Megyünk a másik oldalra, jó? Fordulunk, csináljunk bal fordulót, hogy mi ez jobb fordulót. Hát nekem a másik oldalra. BTR ledobja a bontatókat, ölt, azt felhúzza őket? Ja. Jézusom, házon kereszt, minden keresztül megy. Na de várjál, ez egy dolog. De most megillessik a hídról, vagy most mi van? Az nagyon jó. Sírni volna kedvem. Na ja. Leted, nem éri meg. Kb. Egy órás mission lenne, hogyha nem... Igen. Másfél órán keresztül nézzünk azt, hogy az a jó, hogy baszakszik. Na, Giro, álljál már be, anyád. Kíváncsi leszek, hogy átrakják ezt a mapot is az új motorra, akkor is ugyanezt a szart fogja csinálni. Miért ne vadá jól közlekednek? Nem a nevoda, hanem az izé, hanem ez az új terén. Tehát, hogy pontos legyen az, hogy hol van a vége a terénynek, hol nincs. Elvileg attól minden kánoán lesz. Két el egy gurú. Oké. Na ez a buzi most hogy miért állt meg? Két év múlva meglátjuk. Na, megindult. 1-1-1, we're holding position just southeast of Cobra. We have eyes on a suspicious truck on Shepherd, heading northbound out of Adler. It's a large flatbed carrying several crates. Monitor this vehicle, but hold your fire. It could be friendlies or civilians. Standby coordinates. Oh yeah. Tájsz van mi? Itt van valami gépjármű az úton, ezt kell megvizsgálni. Így van. Egy terautót. Kníbort ki van kapcsolva, ugye? Egy kéne, hogy legyen? Kéne szerintem. Lezűsz, ki lehet kapcsolni, és kikapcsolni. Nem, jó, megvan, csak én voltam a balfasz. Bounty 1-1 truck is northbound on Shepherd heading out of Adler towards Viper. 3-7 Tango Echo Juliet 72135-15280. North 4329.22 East 039.53.53. Elevation is 82 feet MSL. Monitor but do not engage. Weapons hold. Keresem a truckot. Itt vagyunk a minyóval. Én meg itt jövök a gazellel az autópálya fölött. És hol van Deli a terautó? Elméletileg jön ki az utcán Adlerből, de nem látom még egyelőre. Én látom. Meg van osztva. Visszább. Éjszakra láttátok? Kiért már a városból, vagy még nem? Nem, egy nagy épület mellett megy éppen. A négy sávos úton jön. Négy sávos úton megyek. Balra a négy sávostól, tenger felé. Keresem. Identifyolni kell először úgyis, hogy őre kell mennem hozzá. Hát valaki lebeg előttem, az lehet? Én lehetek az. Dobok fel, várjál.
Nem tudom, én háttal állok neked, ha negyedik vagyok a mi 8-asnál. Kicsáld a gyárból. Megvan az autó. Rárepülök. Hopp, én is rárepülök. Igen, ott van előtted. Én is láttam már. Valaki szétverte. Those could have been civilians. Ezt most kilőtte szét? Nem tudom, biztos nem én. Én se. Nem. Én szerintem én lőttem, nem kellett volna? Nem volt tűzparancsunkra. Jó. Ajd, azonosítani kellett volna nem szétlőni. Igen. Azért mentünk rá ketten. Downey 1, we're resuming. Try to keep it in your pants until ordered. Tartsa pöcsöd a gatyába, hallod. Két év buga szolgálat. Még kéne egy párfajta helikopter. Még egy Huey kéne. Milyen jó lenne, nem? Szevasz, Szolos. Hello, hol vagy? Nem látlak. Fölötted levegek, úgyhogy ne gyere följebb. És akkor most akkor? Most akkor baj van. Baj, nem, megy, ment, jön tovább a konvoj, elmegyek a konvoj felé. Eljön. Mégis csak könnyű támadó helikopáter vagyok, vagy mi. Még majdnem közepes lapos szállító helikopter lettem. Ajaj. Itt vagyok a BTR-nél. Többiek átértek ennyi idő alatt végre? Nem, egy, mert a BTR megállt. Kettő truck van itt, várjál, mondjam, hogy ezt a többit. Ott keringenek, mint gólyafos. Itt egy hog. Ezt te vagy? Hol van még itt. Jó, gyönyörű. Én voltam. Ú, de szép volt. Úgy, most esett egy le a hídról éppen. De jó. Hippie-jajjajj! Átfértem a híd alatt. Valakit kikikkelt a szerver? Nem tudom. Engem, kiküldött. Ja, mert hogy kinyírtad, amit nem kellett volna, gondolom, vagy nem? Igen, eselmad, és rendi volt valószínűleg. És ezt nem szabad. Ki kéne kapcsolni az ilyen eventekre, amúgy csak nem tudom, hogy kell. Oké, legközelebb szólja, hogy kapcsoljunk ki. Hát a munkaszolgálatra ennyi. Pull up! Pull up! Itt felteleportált egy előttem a hídra. Ez tök érdekes volt. És most megint le a hídet. Igen, így, ezek így közlekednek fel a dombra. Bounty 1, crossing Viper. We've nearly made it now. Na, most már jó lenne, hogyha odaérnénk meg, bazenga, már kezd kockás lenni a seggem. Ez egy órás mission, gyerekek. Lenne. Hát legalábbis ennyien. Hát ennyien, igen. Azért tényleg ez... Olyan szépek ezek a trákok. Na, lapos hídon át tudsz menni? Szolos, csak óvatosan. El se hiszem, lapos hídon átmegy. Alattam itt egy tépet a fűvön, mint állat. Na most elindult a többi is, úgy nézem. Itt muszáj felállnom. Pont szar fele mennek, hogy belesüt a nap a szemembe. Hajtsd le a napellenzőt. Ezen napszemüveg van. Pláne. Azt hiszem, de várja, nem tudom melyik betű. H? Nem. Na mindegy, nem érdekes. Pull up! Pull up! Ash, mint sundress.
tudja, hogy Adlernek itt a nyugati részeink kapnak valamit. Ja, az elég fos lenne. A reptértől 5 kilóra ellenséges tevékenység. Majdnem leverte egy hóg a fejemet. Beszivárgó egység, tudod. Tiszta vietnám. Lassan azon gondolkozom, hogy leszállok valami panel tetejére, azt onnan nézem, hogy vonulnak, mert... Ja. Én nem panelra gondoltam, hanem erre az épületre itt, amit az út mellett van, mert ez itt tök jó. Rozi néni, tegyek ki a levest, megfújom a helikopterrel. Ja. Hú, ez közel volt. Aha, volt ez közel. Volt meg 3 méter, mi? Jajjajjaj. De a híd alatt egy pár autó abszolút nem mozog. Én láttam. Én utolsó pillanatban vettelek csak észre. Beszállok ide a teherautó mellé. Tök jó, rászálltam a házra és felgyulladt. Király. Ez most VTF. Éppen egymásnak adják meg a jobb kezet, azért nem tudnak feljönni a tudomboldalba. Mindig ott azért zavadzálnak. Egyébként számoltam az, hogy hányan túlalakon vagyunk? Atyúristen! Atyúristen! Ez mi volt? Mit találtál? Volt egy lag és felrepült a helikopter valami az égbe, de nyílgázon. És pörögtem mind állat. Warning, autopilot. Elindult a konvoj eleje, ha jól látom. Igen. Meg az én szívem is. Majd ja, nem a legeleje, nem indult el. Figyelj, ez ennyi is volt ez a konvoj? Ez 1, 2, 3, 4, 5, 6 jármű. De hogy is ott áll a híd alatt. Híd alatt vannak. Ja, még mindig? Ja. Basznák meg. Még itt van 5 jármű. Szóljatok meg Carternek, hogy valahol már küldje már el őket körbe. Nem fogja tudni, izé. Jó oldani, mert itt a útkereséssel van a hiba. De ha kimozgatja őket onnan, elküldi kicsit a vasút mellé és úgy küldi fel, akkor már fölmennek. Nem tudod úgy kimozgatni, csak csapatként, és akkor az eleje elkezd visszajönni. Ó, bassza meg tényleg. Na elindultak, elindult az izé BTR. Nem megáll. Kilőjük neki innen a hidat, vagy mi legyen? Most mocorognak szépen, elindultak. Ezt a lámpaoszlopot itt nem nagyon értem azért a töltés oldalába. Sok értelme volt, igen. Miért? Hogyha a töltés oldalát szeretném nézni éjszaka, akkor mit csinálsz? Bocs, de én ezt nem nagyon értettem, nekem nagyon mély a hangod, és alig hallom. Igen, bocs, mert gyerekek alszanak. Aha. Hát ezek hol mennek? Maguk se tudják. Hát itt, amit most nézek, teherautó, ez ilyen 27-szer fölment egy ilyen kis kiszögellésre, majd le. És még nagyon nem találta meg a hazavezető utat. Ja, kikerülik az égő roncsot, de nem kéne 200 métert kerülni amiatt. Hát figyelj, amikor egy roadblock épületen nem tudnak elmenni ott az én a sorompok között, hanem kikerüli, akkor én már nem várom azt, hogy egy ilyen szétlőtt autót kisívve ki tudjon kerülni. Bocsi, de azt hittem valami kamikáze, olyan tempóval robogott. Most megállt előttem a VTR. És nem tudja eldönteni, hogy hátrafelé menjen, vagy előre. Nem találja a sebességet. Megvan. Ezek nem tudnak vezetni, azért mennek így. Hogy elromlott a felező. Meg még zaklatom is őket, lezen. A minimum. Van egy strand. Van.
Üdülőváros vagy mi? Ja. Hát nézd. Van, van tenger. Altitude, altitude. Vajon a hídba befér a gazel? Vagy hídba? Nem hídba, mi az? Alagútba. Az az alagút, az le van falazva így a járművek elől, úgyhogy megpróbálhatod, de... Pull up, pull up. Shit. Mi van a terrautókkal? Megálltak ott? Igen, ezek itt beragadtak itt, ez az egyik... Már nem tud fölmenni. Pull up, pull up. Többiek kitaposták túlságosan az utat, és már nem tapad a kereke. Ja, utolsó három terrautóra rádobjak egy GBU-t és haladjunk. De ki fog kikkelni? Csak vicceltem. Én elcigizgetek, robotpilótánk megy körbe-körbe az A10C. Várjál, megsürgetem őket. Nem vették az adást. Ez a searchlight, milyen szorgalmasan világít az itt nekik. Altitude, altitude. Hát ez kezd kurva unalmas lenni. Ja. Yeah. Figyelj már, hogyha van célja, be lehet ülni a gépekbe. Süt egy pilóta. Hogyne. De akkor faszom, beülök, leszállok és beülök vízre, és arrébb vezetem a picsába. Szerintem, hogyha be van állítva neki, hogy playable, akkor... De nem tudom, hogy be van-e állítva, érted? Hát na ez az. Hogy megnézem. Nem tudom megnézni, mert nem tudom átvenni, mert nincsen Ride Map. Nem tudom kiválasztani meg az... És most a konvoj elé az várja őket továbbra is? Igen. Ez itt mit balfaszkodnak? Ez a route finding, ez egy vicc, komolyan mondom, amit ezek itt nyomnak. Most azt csodálhatjuk, hogy egy darab teherautó köröz körbe-körbe. Ja. Én mindjárt oda baszok neki egy S8-as. Ki fog kikkelni sajnos akkor? És akkor visszacsirá. De úristen, kik ezek a fighterek itt, vagy mik ezek? Altitude, altitude. Megpróbálok kötelék repülni vadászokkal, várja. Nem megy. Hogy? Gyorsabban. Nem is értem. Na, ha akarnának, lelassíthatnának, hozzáteszem. Én lelassítok, hogy ez mennyit tudsz menni? Hát ilyen 200 körül max. De nagyon gyors. Nyitok fix szárnyat, és ide jövök az út felé. Várjál, te fordulsz itt pont fölöttem? Jobbra. Én jövök neked. Dobok flert. Északról. Dobok én flert, nézd. Ha igen, pont itt vagy előttem. Megyek egy kört, visszamegyek éjszakra. Befordulok az út fölé. Na. Négyszáz egy RTB.
Na itt az három szint úgy. Doppler kile, mutasd magad, merre vagy? Aha, jövök. Merre vagy? Tőled a hegyek felé, látlak. Tőled east. Látlak. Felé. Megyünk egyenesen délre, az jó? Próbálkozom, várja be joinolni. Request refueling. Maradj, te jövök én rád. Elindultak. Ja, de csak körbe-körbe. Gyere. Márja. Úgy látom ezt a BTR vagy mi anya vagy, hogy azt várták, hogy elinduljon, aztán azután mennek. Hoppi, tehát esek már egy kicsit. Most akkor mégis elindult ez a szar? Elindultak látszólag, igen. Elindultak. Elindultak a híd alól is? Aha. Akkor kötelékrepülés felfüggesztve addig. Már csak megtalálta a hazavezető utat a hülyéje. Most akkor mehetek vissza, ilyen. Bazd meg, közeledek 270 felé, rezeg a kokpit. Milyen madár az? Gazell. Nem madár, ez négy lábú állat, a gazella. Gazell. Francia repülőgépgyártás remek terméke. Gazell. Ja. Hány fehér zászlót dob másodpercenként? Egyébként meglepően sokat tudsz vele cseppelni. Meglepő módon. Ja, meg nagyon jól tud hátrafelé repülni. Egészen a tengerpartig, ahol várja a támogató csapatokat. Ugye. Két teherautó már pucol a konvoj után, de hárman még forgolódnak a híd alatt. Abból egy látszólag megtalálta már az utat. Bounty 1-1, approaching Sochi. We have friendlies in sight. Thanks for keeping us up there. Bassza, meg szopjon. Komolyan, elevártuk a dolgokra. Roger, Bounty, good to see you. Good work, pilots. You're clear to RTB. Fuck. Szopjon, ezért jöttem vissza a Sochiról. Komolyan mondom. Azt mondta, hogy megérkeztek, vagy? Igen. Yeah. Azt mondta, hogy innen már. Ellátnak odáig. Menjünk haza, igyunk esőt. Üzessük mi. Egy tavarok taftával, úgyhogy égetek. Hát ja, szerintem, ha összeadnánk az összes árat a naftának, meg a lőszernek, amit előttük, nem jön neki bőle ez a konvoj. Kétszer tankoltam, basztam. Honnan nem, tudod, hogy nem mit visz? Nem jön neki a konvoj? Hát szerintem sokszor kijön. Hát, hogy Orbán Viktor volt rajta. Mert hogyha mondjuk CBU 105-öseket visznek, aminek darabja 500.000 dollár, akkor lehet, hogy kijönne. Úgy, de megijedtem. Mitől? 400.000. Attól, hogy jöttél felém közelítve, ezt nem tudtam, hogy mennyivel vagy alattam. Nem idén. Zónába szállok le. Igen. Olyan. Pont elkezdtem én is hülyedni, mondom, lejjebb a teherautók fölé, azt akkor ezt csak látom, hogy ott nagyon jössz. Te konvoj nem tudom, ez miért írtak ki közben, mert három teherautók libikónk el nézni mindig a hidalat. Az nem. Már az ő bajuk. Azt már letudták veszteségnek. Abban már az úrvonomtól meghaltak a katonák. Második őse került elindítani a hűt. De sikerült. Ez meg azért milyen jó helikopterpilótának lenni, ilyen igazi rohadt gangsták vagyunk, össze-vissza röpködünk be. 407 touchdown.
Az A10-nek jelez előttem, hogy befogtam, vagy nem? Nem. Akkor hogy le, hogy? Ha kiírja, hogy TA, akkor elmérlek, tudnék rá lőni? Igen. Próbáld meg. TA, akkor... Próbáld meg nyomozni, nem visszafüggesül először már. Na, csak úgy kíváncsi zsákképpen, hogy vagy ott. Oh, bon, là, j'ai l'air. Nem napróik azt a kötelékedik a pálya fölött? Azt mondom. Aha, vissza. Én indulok utána, nem kell maradni, jó? Gyere akkor. Csinálok egy ott iskola kört. Várja, próbálok utolérni először is. Próbálok átesni. Nem egy olyan gyors ország ez sajnos. Na, itt tele vagyok rakétával, várjál kéne küldeni még egy francba. Válaszol fel. Alba kell, válaszol fel. Ezzel nem tudom eldobálni. Én dolgoztam egy bakterrel, lehet, hogy kis bumbon parkoltam be. Oké, elküldtem. Á, nem fogunk odérni az A10-es. Visszajön, maradj te a pálya fölött. Fordulok a másik irányba. Én innen fordulok, aztán megyek vissza szépen a pálya fölött. És indulj el ki a tenger fele. Jó. Na. Nem tudok több lehet adni viszont. Nem baj. Kinek maradt még egy gyűjtvány időszer? Minyóban, most álltam fel a hűjjába. Nem, mi jóban marad. Ja, nekem marad még, mert... Na, itt valaki nagyon lődőzött a körülre. Szóval... Nem mondom, hogy én voltam. A hűjj volt az alsó gépegyő. Mi a hűjj van? Hogy neked vannak ilyen nyelv? Persze. Mégis mindig hogozom. Mert ez fán a hog meg munka. Ja. Vadászok is ilyen munka. Meg helikopterek sem. Na maradj pára ide, pálya irányba, hogy előtt vagyok. Már itt vagyok a pálya végén. Menj tovább. Ja. Hát 10-es. Ha lassan, lassan. Kötelék a gazelle, megnézzük, hogy megye. Belekültöm az ajtót. Nem menetkezve ezzel nem lehet. Az a súlyi az... Zoli kívül a repülésen. Hát annak a súlyinak annyi. Ez a szitakötő az a hátán fekszik. Kicsit. De működik a lámpa. Ilyen gyorsan. Cső. Jövőben nem nagyon fogsz másnos. Annyi hó. Cső. Cső. Mindjárt odaír a konvoj helyre. Hol lenne a helye? Mert hogy már én irányítom őket sajnos. Ja. Igen, mert Szocsi. Beforultak a tej alá. A híd alá és kikerült őket ebben. Goki, te merre? Én próbálok leszállni. Hát mennyire vagyok vissza Szocsi reptérre, valószínűleg az éppen alattad vagyok szerintem amúgy. Ne szálljak még le? De szálljál.
Már izébe vagy, tengelybe? Igen. Ja, jól látlak, oké. Sorolok be mögéd. Hát kell, hogy menjenek majd a reptér alatt lévő hídon, vagy nem? Bemennek a reptérre, vagy hol, tehát hogy hova vigyem őket, mert akkor oda vigyem őket. Jó. Sort nem mit csinálsz, Oki? Ó, de csúnya! Áááá! Bocs! Valaki leesett. Jaj, én voltam megint. Sorry. Nem kell kapkodni, akkor ugye mehetsz még egy kör. Ugyanaz basztam el, mint az előbb, hogy elégettem a sebességemet nagyon hamar. Hát, mert miért fékszárni a szár feje? Mert előtte meg kurva gyors voltam. Ezzel kell fékezni, teszállásnak. Törzse. Nem fétlapka. Bedöntő 90 fokba, azt jó van. Pedig már kétszer tök jól tudtam szállni. Ma este. Dur. Így de ronda volt nálam is. Hát elpattant, de. Ez még mindig a kettővel ezelőtt így nálam. Azért szebb volt, mint az enyém. Hát nem dicsértek volna, meg értem, maradjunk annyiban, de... A többieknek szóljak, hogy jöjjenek át erre a csatira, mert igazából már dicsőtt majd. Mondtam neki, hogy húzni. Vagy akinek van joga húzgáljátok. Oké. Okay. Waza! That was interesting. Na, milyen volt fighterek? Rendben volt. Fasza volt. Két darab 21-es még felszálljon az utáról, de nem akarom, hogy kicsit nem foglalkozni. Hát... Szerintem az előző missionhez képest ez kritikálom ilyen szar volt. Mármint a maga a mission. Igen, szerintem is rosszabb volt. Szerintem csak azért, mert a bug miatt